Ez a 220 voltos töltő látja el energiával ennek az elektromos autónak az akkumulátorát. A 7 éves modellt így közel 4 óra alatt lehet teljesen feltölteni. Mivel ez egy idősebb modell, hátránya, hogy mindössze kb. 150 kilométert képes megtenni egy töltéssel. Ez a lényegesen fiatalabb autó azonban már ennek a duplájára képes. Egyre több elektromos autó érhető el már a használt autó kereskedésekben is, és ugyan az áruk egyelőre meglehetősen magas, élénkül az érdeklődés irántuk. Az elektromos autók egy olyan 8-10 éve kezdtek megjelenni először az új autópiacon, de most már 8-10 éves modelleket is lehet kapni használt piacon is. Ezek azért még kis számban fordulnak elő, a teljes forgalom kb. 3-4%-át adják. A jellemző az, hogy ezek még kevesebb kilométerre futnak, tehát a hatótávolságuk 100-tól max. 300-ig terjed, így a használt piacon, ezért nyilvánvalóan a felhasználásuk azért még csak korlátozott, tehát hosszú utakra nem alkalmasak, csak városi vagy városok közötti kisebb távolságra. Ez pedig már egy vadonatúj elektromos autó egy márka kereskedésben. A használtakhoz képest ez a modell egy töltéssel már közel 400 kilométerre is képes. Bár az új autópiacot jelenleg jelentősen megbénítják a koronavírus járvány miatt kialakult gyártás leállások, és előfordulhat, hogy hosszú időt kell várni egy modellre, a kínálat itt is egyre szélesebb. Különösen megnő a kereslet, amikor állami támogatás segíti a vásárlást. Az elektromos autók iránt itt a márkakereskedésünkben elég hullámzó az érdeklődés. A vásárlási kedvet nagyban befolyásolja, hogy van-e állami támogatás az elektromos modellekre. Az idei évben tavasszal volt egy nagyobb vásárlási hullám. Volt magánszemélyeknek, pályázat cégeknek és taxis vállalkozóknak is. Az elektromos autók egyik nagy előnye, hogy kevesebb a meghibásodásra alkalmas alkatrész. Egyszerűbb és olcsóbb fenntartani ezeket a modelleket. Utóbbi mozdíthatja egyre inkább erre a területre a vásárlókat. Az üzemanyag ára ugyanis folyamatos emelkedésben van. Pénteken újabb 9 forinttal drágult a benzin és a gázolaj, előbbiért így literenként már 482, utóbbiért pedig 493 forintot kell fizetni.